Sziasztok, Szúdi Péter vagyok. Lássuk gyorsan a 2020 május-júniusi fotós híreket. Első hír az egyik stockfotó szolgáltatótól jön. Rossz hír a fotófeltöltőknek, hogy a jutalékos rendszert átdolgozták, ami főleg a régi tagokat érinti, akik most kétségbe esetten próbálnak tömörülni és érdekérvényesíteni. A Nikon házatájáról sem érkeztek jó hírek, ugyanis óriási a pénzügyi visszaesés, válaszul a kameraóriás 700 dolgozójától válik meg Dél-Kelet-Ázsiában. Nemrég jelent meg a Sony ZV-1, ami egy vlogosított RX100-as széria. Jó magam inkább úgy definiálnám, hogy a gyártó egy ügyes húzással a méltán népszerű RX100-as szériát alapul véve vlogolásra is alkalmas kamerát készített, átdolgozta és továbbfejlesztette. Adott volt egy jó bevált 1 incses kiváló szenzor, hozzá egy 26-tól 70 mm-es objektív viszonylag jó fényerővel, plusz egy kompakt és tetszetős váz. Amit feleslegesnek tartottak és csak az eladási árat növelte volna, azokat kikapták. Például kereső, vezérlőtárcsa, vakú, fényváz helyett egy olcsó plasztik házból indultak ki. Kapott egy teljesen kihagyható érintőképernyőt és átdolgozott ergonómiát, hogy a selfie stílusú működés is kényelmesebbé válhasson. Az ZV-1 számos olyan funkciót és módot tartalmaz, amelyek megkönnyítik a vlogging szolgáltatást. Van még egy irányított 3 kapszulás mikrofon, beépítve a kamera tetején, és ez segít elkülöníteni a környezeti zajt. Aztán van egy háttér életlenítés gomb, amely automatikusan megnyitja a blender maximális beállítását, és egy speciális termékbemutató autofókusz mód is van, amely a kamera elé tartott tárgyakra fókuszál, és időlegesen inaktiválja az arc vagy szemfókuszt. Ezen kívül még van egy piros jelzőfény, ami a videófelvételt jelzi. A specifikációk nagyjából összhangban vannak a legutóbbi RX100 sorozatú modellekkel, beleértve a 4K UHD videót, akár 30 kép per másodpercig, illetve a 1080p-s rögzítés 120 képkocka per másodperces FPS-ben, és nagysebességű felskálázott videókat pedig 960 FPS-ig. Ugyan nincs fejhallgató csatlakozó, de a ZV-1 rendelkezik egy multitartozék vakusinnel, amelyre külső mikrofont lehet szerelni. Említésre méltó a beépített ND-filter és az arcra optimalizált fénymérés. Optikai és elektronikus stabilizátorral is el van látva. Multifunkciós mini állvánnyal is rendelhető, ára így az alábbiak szerint módosul. Aztán két rossz hír a Sonytól. Lens Rental cég hibákat jelzett az IBIS, vagyis a vázba épített szenzor stabilizációnál, bővebben itt tudtok olvasni erről a hibáról. A másik pocsék hír Sony tulajdonosoknak, hogy egyes Sony SD kártyák a TAF sorozatból hibásan írják fel a videófájlokat, de a gyár díjmentesen cseréli a szóban forgó eszközöket. Végül egy jó hír a Sigmától, megjelent a 100-tól 400 millis F5-től 6,3-as DGDN OS Contemporary, azaz C jelű zoom objektív Sony vázakra. Magyar árról még nem tudok súgni, de az USA-ban már 950 dollárért előrendelhető, körülbelül júli 13-ra érkezik. A következő hírt már a Duracell jegyzi, ugyanis a Duracell beszállt a kamera aksi gyártásába és forgalmazásába. Ezen a weboldalon lehet keresni, például a Canon EOS R-hez néztem aksit, voilà. Aztán Nikontól egy hír, hogy a D6-ot végre elkezdték forgalmazni, és az itt látható kozmikus árakon tudjátok megrendelni, kommentár nélkül. A Nikon D6 egyébként egy gyakorlatilag egy felfrissített D5-nek felel meg, ugyanaz a 20,8 megapixel felbontású BSI CMOS érzékelő van benne, új 105 kizárólag kereszttípusú AF ponttal rendelkezik, és maximum 14 kép per másodpercet tud mechanikus, vagy 12 FPS elektronikus sorozat felvétellel. A Tamron kijött egy mindenes zoommal, a 28-200-assal, ennek a változó fényereje 2,8 és 5,6 között lesz, stabilizáció nem lesz benne, ára olyan 300 körül lesz, itt láthatjátok, hogy már meg lehet rendelni. Az előzetes véleményem ugyanaz, mint a 70-180-as fix 2.8-as, hogy tuti biztos egy jó kis objektív lesz ez, azonban már rég elmúlt a Tamron igazi vonzereje, az árérték aránya. Szóval ennyiért, 300-ért ezt az obit én legalábbis nem venném meg. Másik Tamron hír, hogy az előbb említett 70-180 millis 2.8-as obival kalibrációs gondok vannak. Az itt látható weboldalon, illetve linken láthatjátok, hogy a gyár beszámol részletesen erről a jelenségről, és itt tudod ellenőrizni a szériaszámot és az esetleges érintettséget. Delkin kijött a világ első 2 terabyte kapacitású CF Express kártyával. Nem tudom mennyibe fog kerülni, de kíváncsiságból rákerestem a fél terabyte-os, azaz 512 gigabyte-os verzióra. Íme az ára, mint egy jó laptop, el sem merem képzelni, mennyibe fog kerülni a 2 terabyte-os nagy tesó. Na mára ennyit, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és tetszés, illetve like gombok megnyomásával tudtok támogatni. Szóval találkozunk a legközelebbi videóban. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok!